Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Heti adásunk, makett megjelenések. Nem tudok, hogy belépek, hát ha majd valaki kommentel. Makett megjelenések, újdonságok a nagyvilágból. Van egy pár érdekes újdonságunk a hétre. Nézzük, kiadták, hogy mikor fognak megjelenni. Nézzük itt. Tudjuk is nézni az élő videót. Egyelőre úgy látom, senki nincs még a nem nézi a videónkat. Na mindegy. Egy nézőnk volt, azt gondolom én voltam. Na nézzük. Heti megjelenések, kiadtak egy pár megjelenési dátumot, főképp a Revel idei újdonságait fogjuk gorcső alá venni. Na nézzük, miket dob ki a Revel. Egy 60 terméknek határozta meg a megjelenési dátumát. Van egy-két érdekes, hát mit tudom én, Shelby GT 350-es, Corvette C8, van egy Land Rover, ami igazán nem érdekes, egy pár szaros utasszállító repülő modell szedbe, ott valami Matchbox, kijön egy új Leopard A5 volt, vagy A6 volt a Revelnek, nem tudom. Na mindegy, kiad egy A6-ot is. Revel végre rájött, hogy mindenki extra tint cementet használ, és ő is átvesz egyet. Gondolom a Tamiáit, hogy valakiét, ez 2023. júniusától kapható lesz. Revel extra tint cement. Most egy ideje már a tűsragasztó is hiánypót, vagy hiánycikk. Na nézzük, mik vannak még. Pár ilyen nyomorult festékszett. Szintúgy Blush 8000 S13, ez saját lehet, vagy Unimog, akkor lehet, hogy ezeket egy-két ICM cuccot vesz át a Revel. Na, itt van Razer Quest Platinum Edition. Egy 160 euróért kínálja, majd némi maratást gondolom hozzárakott. 2023. májusa, akkor az lassan, óvár után itt lesz. Amire mindenki vár, NS Starfighter 1.24, 2023. augusztus. Augusztusában. Na, kíváncsi leszek. Reméljük, hogy augusztusban meg is jelenik, nem csak karácsonyra, ahogy szokta. Volkswagen Corrado 1.24-be. Hát nem tudom. Biztos, hogy van egy 35 éves valami gondom megjelenésre, vagy valamire kiadja. 2023. június. Revel. James Bond cuccok. Ad ki egy űrsiklót, James Bondosat, egy 144-be, Ford Mustang 1-est, 125-be, Citroen C2-es kacsa, CV2-es kacsa, James Bondos. Mit tudhat ez? Mennyivel James Bondosabb? Nem láttam pont azt a részt, amiben ezzel a kacsával mennek, de hát, ha Moneypenny-ék feltuningolták egy kicsit, és rakétákat lők, vagy valami, akkor Z8-as BMW, szintúgy 1.24-be, James Bondos. Nem tudom, kitől vett át ezeket a James Bondos szetteket. Ezek 2023. szeptembere. Kitől vehette át? Nem hiszem, hogy saját fejlesztés lenne. Vagy lehet? Hát majd gondolom, megírjátok a kommentben. Na nézzük. Akkor
Millennium Falcon 1.72-ben, tehát ez nem Y-Fighter, ez sem, de ami iszonyatosan régen nem kapható, Tiridium Shuttle végre újra kiadja a Revel a Tiridium Shuttle-t, amire mindenki vár, 1000 éve nem kapható, kurvára szeretnék egyet én is. Igaz, hogy egy ugyanazt a szarrégi készletet fogja kiadni, egy ilyen új filmes, tudjátok, amiben plakát is van, egy olyan kiadásban, 55 euróért, 2023. júniusa. Szeptemberre még egy ilyen Leopard A1, gondolom belekúr valami ukrán. Talán az vagy kaptak az ukránok? A dánoktól, vagy nem tudom. Talán valakitől kaptak a Leopard A1-eseket is. Na, nézzük. Valami 72-es Tigris. James Bondos Eurocopter. 1.72-be. Kitől szerezhette, vagy kinek az ötlete volt? Aston Martin DB5-ös, szintú James Bond. Ad egy nemzetközi űrállomást 2023. októberében. Na nézzük, mi van. Itt Rebel, Eurofighter. Ad ki egy H-145-öt, de sajnos valamilyen medikopter, vagy valamilyen, nem ezt a katonai változatot, meg azt adhatnák ki, azt legalább vinnék. Pár ilyen nyomorult utasszállító. Dornier 217, ez valószínűleg ICM lesz. Mirage 2048-ba, Beechcraft, hát ez a Beechcraft az meg, az is valószínűleg ICM lesz, a kutyának nem kell. Boeing, Unimog, hát ezeket egy gondolom az ICM-től átveszi és átcsomagolja. PZH 2172-ben, reméljük, raknak bele magyart is. Egy magyar festésű PZH 2000. Vagy jó lenne. Egy Abrams, Dingo, hát ezek mind ilyen. Egy régi Matchbox készlet. Leopard 2 A6M plusz 1.35-ben. Nagyon kellett. BR3-as gőzmozdony 2023. májusa. Na itt a végére még egy érdekesség, 2023 májusában egy 144-es Bandai Razor Crest. Na, ára nem lesz olcsó, 35 euró, 12-13 ezer forint. Bandai Thai Interceptor, szintú 2023 májusa. Tehát, hogy májusra egész sok megjelenést tartogat a Revel. Porsche rendőrautó, Porsche 911, Easy Click System-es T2-es Volkswagen, hát igen. 2023 májusában úgy érzem, sok érdekesebb kis adásra fogok nektek visszajönni, elemezzük a Revel újdonságait, majd ha megjelennek, nézzük, semmi komment? Semmi. Hát akkor mára ennyi, megyek vissza dolgozni. Kielemeztük a Revel újdonságait. Ja, megmutatom. Heti újdonságnak rendeltem, ez még nem volt nálunk. Nagyon tetszenek ezek a partra szálló járművek, 72-be nagyon jól néz ki. Nem tudom, hogy nagyon jól néz ki. Tetszenek ezek az amerikai ilyen kétéltű cuccok. Némi maratás. Jó, az névi. Szóval a heti újdonságunk 72-ben egy ilyen.
ez még nem volt náluk, igaz, nem friss megjelenés, de náluk még nem volt. Úgy gondoltam, hogy megérett a piac, és berendeltünk egyet. Na tá, most már tényleg megyek. Ja, még egy-két akciós cuccunk van már a hétre. Mikromérből, amik jöttek. Jött az új Phantomból is, ha valakinek kell. Várom benneteket szeretettel. Jövő héten óvár. Onnan mindenképpen élőben szeretnék majd bejelentkezni legalább egyszer vagy kétszer, majd valahogy forgatunk valami jó kis bulis adást ott. Mert hát óvár azért óvár, ott kell lenni. Igaz, nem dolgozni megyek, a Dávidék lesznek, én végre szórakozhatok. És jól érezhetem magam, nem kell a munkára koncentrálni. Szóval jövő hét hétvége, óvár, buli, sziasztok!